gitárdallamokkal kezdődött az ünnepélyes kiállítás megnyitó kedden a Széchenyi Egyetem apácai karán. A Ciráki Lajos kiállító térben észak-fekete erdei kortárs alkotók műveit állították ki. Németh Zoltánt, a megyei közgyűlés elnökét még a rendezvény előtt kérdeztük arról, hogyan kerültek ide az alkotások. Körülbelül 20 éves kapcsolatunk van a Baden-Württemberg déli részén fekvő Pforzheim városával és Enzkreis járással. A kapcsolatok intenzívek, többnyire gazdasági, politikai, környezetvédelmi téren vannak együttműködések, együttgondolkodások, és egy véletlennek köszönhetően kiderült az, hogy Pforzheimben az Enzkreisi előjáró az nagyon erős támogatója a kortárs művészetnek, nekünk pedig van egy kiadványunk, 2015-ben készítettünk egy ilyen hiánypótló kiadványt, ahol a megyei kortárs művészeknek az alkotásait gyűjtöttük csokorba, és ezt a kiadványt én előszeretettel ajándékozom reprezentációs célokra a külföldi vendégeinknek, és magammal is viszek mindig néhány példányt ebből a kiadványból, és amikor ezt ott Németországban meglátták ezt a kiadványt, akkor meghívták a magyar művészeket, akik ebben a kiadványban szerepelnek egy kiállítás megtartására. A kedden nyílt forma és tér egyfajta válasz a németországi kiállításra, a kulturális párbeszéd része. A tárlat helyszínéül szolgáló Ciráki Lajos kiállító tér fontos szintere a győri művészeti életnek, hiszen számos rangos kiállításnak adott már otthont. Ezt hangsúlyozta az apácai kar dékánja. Büszkék vagyunk arra, hogy Győrben és a megyében egy olyan művészeti várrendszert találunk, amely nem csak az egyetemünkhöz tartozó Óvári várban testesül meg, hanem akár itt Győrben a több mint 20 kiállítóhelyen számtalan értékes múzeumi gyűjteményben is kézzel fogható. És ennek a hatalmas várrendszernek az egyik fontos pillére, bástyája a mi apácai karunk, a mi Széchenyi István Egyetemünk. Ez a kiállító tér, ahol maguk is jeles művészek, akár a névadó Ciráki Lajos alkotott, nagyon fontos helyszín számunkra, hiszen a hétköznapok munkája után sokszor itt tudunk megpihenni, egy kiállítást megtekinteni, a művészetet élvezni, és ezt nem csak magunk örömére tesszük, hanem diákjaink, hallgatóink hasznára is. A tárlatot Borbé Károly festőművész mutatta be és méltatta a nagy közönségnek. Úgy gondolja, a szépségnek olyan sok arca van, mint ahány ember megfogalmazza. Ami számomra a legizgalmasabb és a legfontosabb volt, hogy amikor itt összeállt ez a szép kollekció, és megvalósult ez a rendezés, hála a múzeum munkatársainak, akkor elkezdtek az én gondolataim is megfogalmazódni, ahogy összecsengenek bizonyos alkotások egy szobor, egy grafikával, aztán így fűződik föl egy gondolatsor. Valami egész furcsa módon az jutott eszembe a műveknek a sok színűségéről, sok féleségéről, hogy a szépségnek olyan sok arca van, mint ahány ember megfogalmazza. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható, naponta 8 és 18 óra között az apácai kar második emeletén található Ciráki Lajos kiállító térben.